Május 1-én ismét fut az üllő. Az esemény plakátja szerint legyél jobb futó és győzd le önmagad, állj fel a dobogód legfelső fokára. Ebben segítenek a rendezvény szervezői is. Most már 6. alkalommal futunk. 6. alkalommal áll neki május 1-én, szigorúan mindig május 1-én a Üllővárosa, illetve a sportolni vágyók, akkor jönnek el Üllőre. Tudom mondani, egy komoly futóversenyre gyűlünk össze ekkor. Tavaly több mint 500-an, sőt mondhatjuk azt, hogy majdnem 600-an jelentkeztek erre a futóversenyre. Idén mi a cél? Most is körüli, tehát a minimum 500-as jelentkezők számát azt várjuk, és úgy néz ki, hogy ez össze is fog jönni. Tehát itt a utolsó két hetes hajrában nagyon aktívak lettek a nevezni vágyok, vagy versenyezni vágyok. Ilyenkor igen sok munka is van ezzel, de ezért szeretjük ezt csinálni. Tehát igazából igen, újra május 1-én futunk. Maga a futóversenynek a helyszíne, a futóverseny versenyközpontja, illetve maga a lebonyolítása, az most már úgy néz ki, hogy a tavalyihoz hasonló, nem is úgy néz ki, hanem a tavaly nagyon bevált, és most már úgy csináljuk, akkor az idei ugyanazon a helyszínen, ugyanezek a metodikával lesz. Egy plusz dolgot tettünk bele, egy újabb versenyszámot tettünk bele, ami egy 1,7 kilométeres futás lesz, ahol mindenki nevezhet, nem lesz korcsoport, felnőtt, gyerek, férfi, nő, bárki, és díjazásból is csak a leggyorsabb férfi és a leggyorsabb nő lesz díjazva, tehát egy kicsit egy őrületes rohanás lesz ez az 1,7 kilométer. És ha már programoknál tartunk, ugye gondoltak arra is, akik nem szeretnek futni, ebből két program is lesz. Hát ebből igen, úgy van, hogy ez elindult a Fut az Üllő programmal, majd kibővítettük pár év ezelőtt a Sétál az Üllő programmal, és ami azt jelenti, hogy maga a futóverseny után közvetlen, futásban nem jeleskedő, vagy éppen valami miatt, vagy idősebbeknek kitalált versenyszám, vagy szülőknek, babakocsiba, bárki nevezhet, elindul egy Sétál az Üllő csapat. Ez közel 4 és 5 kilométer közötti táv, ez nagyon kényelmes is, igazából inkább tényleg az arra lehet azt mondani, egy csapatépítő program, és ehhez most idén csatlakozik, amiről még nem akarok bővebbet elárulni, az Ül az Üllő programunk, de ez is a versenyhez fog kicsit hozzá kapcsolódni, de legyen meglepetés mindenkinek. Milyen olyan kísérő programokat tartottak meg, amik tavaly is beváltak, illetve mi az, amivel esetleg bővült a rendezvény? Hát a rendezvény bővüléshez, amit említettem is, az 1,7 kilométeres plusz versenytáv. Ami megmaradt, és ami az mindig nagyon ragaszkodok, és én személy szerint nagyon szeretem a verseny megnyitásakor az óvodás futam, ami rögtön ilyen reggel 8:30-as rajt, mert versenynyitás után a legkisebbek beállnak a sorba, és egy ilyen őrületes 300 méteres sprintbe kezdenek bele. Illetve tulajdonképpen ez a majálisi programnak az első fele a futás, tehát ugye délután 2 órás díjkiosztó után pedig a majálisi program este 10 óráig pedig folytatódik, ugyanúgy a városközpontban, a piac területén. Meddig és kik jelentkezhetnek, illetve hol a versenyre? Interneten, a Facebookon a Fut az Üllő csoportban, illetve az üllő.hu weboldalon is van egy Fut az Üllő regisztrációs rész. Online regisztrációkat fogadunk el. Április 24-14 óráig, tehát ez a verseny előtti, egy héttel előtti hétfő 14 óráig várjuk a nevezéseket. A nevezések számától előfordulhat, hogy ezt meghosszabbítjuk, ezt a lehetőséget, illetve megint csak azt tudom mondani, hogy a nevezések számától függően lehetséges, a helyszínen is lesz lehetőség nevezni. És most mondhatjuk azt, hogy nem csak üllőiek futnak, hanem itt a térségben, akár Ócsáról, Budapestről, más vidéki városokból is. Kik azok, akikre mindenképpen számítanak? Hát tulajdonképpen mindenkire számítunk, itt volt már majdnem azt mondom, nemzetközi mezőny is volt, tehát már több alkalommal volt, a külföldről is jöttek versenyzők, illetve hogy említve lett az Ócsa, az Ócsai UFO Futó Egyesülettel, most már több második vagy harmadik éve dolgozunk úgy össze, hogy kicsit összefolyatjuk a két versenyt, ami azt jelenti, hogyha mind a két versenyen eredményes célba érkezése van valakinek, akkor külön sorsolással különböző díjakat, vásárlási utalványokat, illetve a következő évben felhasználható, mind a két versenyre ingyenes nevezést biztosítunk egy-két szerencsés versenyzőnek. Akkor most még egyszer, mikor, hol fog futni?
tehát május 1-én Üllőváros központban a piac területén lesz a versenyközpont, és reggel 8 óra 30-kor lesz a hivatalos megnyitó, és onnantól 11 óráig folyamatosan indulnak a versenyszámok. Ez fönn lesz az oldalon, ezen a héten már fönn vannak a részletek, de sokkal részletesebben akár a versenytávnak a térképé föl fog kerülni, akár maga a versenyszámokon belüli korcsoportos megkülönböztetés felkerül az internetre. Tehát mindenkit azt kérem, hogy kezelje figyelemmel ezeket a részleteket. Tehát ugye minden futóverseny is, ugye elmondtam, hogy ez a városközpontban lesz a versenyrajtja, és ugye 7, 14, 21 kilométeres távok is vannak, tehát itt nem csak itt lesz a városközpontban a verseny, hanem ő egész területén lesz, ami azt jelenti, hogy több helyen két olyan ominózus utca lesz, ami le lesz zárva. Az egyik a Gyömrői út lesz a Malom utcától a városközpontig, ami verseny idejére lesz zárva, a másik pedig a Deák utca egész hosszúságban a Deák utca lesz zárva a verseny idejére. Mivel ez egy hatalmas nagy munka, illetve egy hatalmas nagy távot kell fedni, kik azok, akik tudnak segíteni önnek? Ez valóban így van. Tehát maga verseny napján 60-70 ember dolgozik azon, hogy ez a verseny teljes komoly lebonyolításon rendesen végig tudjuk vinni, ami azt jelenti, hogy a városközpontban a segítőkön kívül polgárőrök, rendőrök, közterületfelügyelők, mezőrök segítik a versenytávokon a különböző útlezárásokat, illetve a versenyzőknek a szabad közlekedést, szabad futását.